vége az iskolának, itt a nyár, úgyhogy itt az ideje, hogy táborozzunk és élvezzük a napsütést. Üdvözlöm az újpesti retro nézőit innen Várajáról, az önkormányzat gyerektáborából. Itt a hangulatra nem lehet panasz, de meg kell, hogy nézzünk, milyen volt mindez régen. Kezdjük sporttal! Az UTA Atlétika stadionjába beszélgetünk Szabó Jánossal, a szakosztály igazgatójával. Tervek és mik a lehetőségek nyárra a gyerekek részére? Hát szeretnénk minél több gyereket látni itt az atlétikai stadionban, mert gyönyörű környezetben, az egyik legszebb atlétikai stadionban tudnak a gyerekek lejönni. Itt szeretnénk egy olyan bázis kialakítani, hogy az utcáról bejövő gyerekeket is tudjuk fogadni. Nem kizárólag csak atlétákat, hanem akik a sporttal szeretnének valami közelebbi kapcsolatot teremteni. Ezért mi úgy terveztük a nyáron, hogy hetes ciklusokban napközis tábort hirdetünk meg a gyerekeknek. Egy hétre 700 forint összegbe biztosítunk a gyerekeknek ebédet, felügyeletet, programot. Itt minden héten egy-egy olyan programot is iktatunk be, hogy városnézés, hegyekbe kirándulás, busszal, ha jó idő van, akkor strandot, és itt a pályán gyönyörű környezetbe edzőfelügyelete mellett próbálunk a gyerekeket ide csalogatni, és itt aztán később az atlétikára hát megpróbáljuk kiválasztani. Mikor jelentkezhetnek az érdeklődő gyerekek, illetve szülők? Minden héten, a hét elején, hétfő, kedden, a következő hétre lehet jelentkezni. Az edzők fogják a programokat összeállítani, és önállók kell jelentkezni, és hát itt reggeltől estig, fél kilenctől délután 4 óra fél 5-ig programot csinálunk a gyerekeknek. Azt szeretnénk elkerülni, hogy ne kulcsos gyerekek legyenek a környékben, hanem itt a pályán jó körülmények között felügyelet mellett dolgozhassanak, sportoljanak, ismerkedjenek a sporttal, és a szünidőt hasznosan töltsék el mozgással. Most egy kicsit beszéljünk a szakosztályról. Arra kérem, hogy mutassa be nekünk az UTA atlétika szakosztályát, hogy tulajdonképpen hány szakág van, hány sportoló van, és kik azok a nevesebb sportolók, akiktől jövőre az olimpián, illetve idén a világkupán eredményt várnak önök. Hát csak úgy röviden, ez az ország első atletikai szakosztálya. A szakosztály több mint 300 versenyzővel rendelkezik. Az élvonalba tartozik kb. 50-60 fő, első osztályos aranyérmes versenyző, és a többi pedig utánpótlás korúak, akikből majd reméljük, hogy későbbiekben Szabó Dezső, Kovács Attilák, Káldi Zoltánok lesznek. Ezzel tulajdonképpen el is mondtam, hogy kik azok, akikkel még komolyan számolunk. Elég széles skálán dolgozik a szakosztály. Nagyon jó sprinter versenyzőkkel rendelkezünk. Az ország legjobb 10 próbázói itt vannak. Szabó Dezső, a tavalyi Európa-bajnokság második helyezettje, szakosztályunk élversenyzője. Őtől az idei világbajnokságon is hasonló eredményeket várunk, és az olimpián is szeretnénk, hogyha sikerekkel vinni előre az atlétikát, mert ő vele az egész magyar atlétikai számol eredményekbe, és tőle a szakosztály is eredményeket vár. Ide sorolom még a tavalyi Európa bajnokságon sikeresen szereplő 400-as váltó tagjait, Kovács Attilát, Rezák Pált, Bakos Gyurit, a 110 gátas magyar bajnokot, aki a váltónak is oszlopos tagja. Tulajdonképpen Molnár Edit, aki a 400-as női váltónak erőssége, szintén élversenyzőink, és az a világbajnokságon is reméljük, hogy kijutnak. Káldi Zoltán a közép-hosszú távfutásban nagy ígéret, és bízom benne, hogy az idei világbajnokságon még jobb eredményeket ér el. A tavaly országos csúccsal sajnos csak 9. lett, de bízom benne, hogy ebbe az évben előrébb tud lépni a világbajnokságon, és az olimpián is sikereket hoz a magyar közép-hosszú távfutás.
Megkérek benneteket, mutatkozzatok be. Kóla vagyok. Kádi Zoltán vagyok. Almási Csaba. Benneteket mi hajt arra, hogy minél gyorsabbak, minél ügyesebbek legyetek, minél gyorsabbak legyetek? Olimpia, világbajnokság, cím, a dobogó felső foka, vagy egyáltalán maga az egészséges életmód? Hát atlétikában elég nehéz dolog egy olimpiai bajnokságért küzdeni, mert még nagyon sok más is, több mint más sportágokban akarja ezt, és nagyon nehéz elérni. Hát ez belénk ívódott. Mi ezt, amikor elkezdtük ezt az atlétikát, akkor már erre neveltek minket, és valahogy ez a kérdés így soha nem ötlött fel bennünk, hogy mi hajt minket. Egyszerűen csináljuk, örülünk az eredményeknek. Műsorainkat elég sok gyerek nézi. Javasoljátok-e nekik az atlétikát, vagy inkább menjenek el úszni, evezni, vagy mi legyen? Mindenképpen javasolnám a gyerekeknek az atlétikát, mint alapsportágat, ugyanis elég sokoldalú felkészítést ad, és ha a srác megszerzi az alapokat, akkor még esetleg gondolkodhat azon, hogyha úgy érzi, hogy nem tehetséges az atlétikában, hogy más sportágat is választhat ezekből az alapokból. A sportban szerinted az eredmény, vagy az egészség? Elsősorban mind a kettő nagyon számít, az eredmény is és az egészség is. Már az élsport már egy kicsit súrolja az egészséges sport határát, mert már ilyen magasabb igénybevételnek vagyunk kitéve, és néha azért kisebb sérülésekkel is edzeni kell, szóval nem lehet abbahagyni az edzéseket. De mindenféleképpen összeegyeztethető az egészség és az eredmény. Az utolsó kérdésem tulajdonképpen egy városnév. Készülünk. Én is szeretnék kijutni már mindenképpen. Szeretnék én is kijutni, és mindent meg is teszünk azért, hogy sikerüljön a jövő év. Még mindig maradunk a sportnál, hiszen nem csak a gyerekek, hanem a felnőttek is táborozhatnak, sőt, vannak, akiknek kell is. Most egy 1991-es felvétel következik az UTE labdarúgó csapatának edzőtáborából. Kovács Ferenc az UTE labdarúgó szakosztályának edzője. 2 hét van még a bajnokság indulásaig. Mi a helyzet most az UTE labdarúgónál? Hát én azt hiszem, hogy ugyanaz a helyzet, mint a többi csapatoknál. Felkészülés utolsó szakaszában vagyunk, ami egy picikét nehezítette a helyzetünket, hogy egy kicsikét késő jöttek azok a játékosok, tehát nem záródott időbe az átigazolás, de hát merem remélni, hogy ez a nagy zökkenőt nem fog okozni. Felkészülési időszakban nagyon rendesen jól dolgozott a csapat, merem remélni, természetesen egy kicsit fáradtabbak voltak, de merem remélni, hogy a hátralévő idő az elegendő ahhoz, hogy felfrissüljenek, és hát azt a játékot produkálják, amit én is, és azt hiszem a közvélemény is elvár tőlük. Kik az új szerzemények? Igen, hát gyakorlatilag azt hiszem kezdhetem mindjárt, hogy egy Borsos nevezetű második számú kapust igazoltunk a BKV előrétől, a Tomka Jancsit Pécsről jobb hátvédnek, ugyanonnan hoztuk a Lovászt jobb oldalra, ugye miután a Zsinka nagyon súlyos sérülése kiesett a csapatból, valamint egy csehszlovák középpályás játékost hátsó alakzatba, gyakorlatilag az utolsó pillanatban zárult le a szegedi Csigánynak a átigazolása. Most már azt is elmondhatom, hogy az is a mi játékosunk. Gyakorlatilag másfél héttel a bajnokság megkezdése előtt ő is a miénké lett. Zsinka mikor szállhat újra ringbe? Nagyon súlyos sérülése volt, egy teljesen ártalmatlan helyzetből. Nem is tudom, talán a pályafutásom alatt hasonlót se láttam, hogy nem összecsapás, nem durvaság. Kapusunk megbotlott a Jancsinak a nyújtott lábába, hátrafelé esett ráüt a lábára, és egy nagyon súlyos térsérülése volt, ahol a szallagok elszakadtak, keresztszallag is többek között, és hát szerencsésen egy professzor megműtötte őt, egy külföldi legújabb módszerrel, ilyen karbonszálas pótlások történtek. Hát most abban a fázisban van, hogy a felszívódással kínlódik, egy kicsikét gimnasztikázik, vagy futkározik vele, próbál gimnasztikázni, belázasodik. Én azt hiszem, hogy nagyobb türelem kell. Én azt hiszem, hogy a válaszom az lehet, hogy tavasznál előbb semmi szín alatt nem lehet rá számítani. Mit vár a 91-92-es idénytől? Mit vár a csapattól, az UTE-től, hogy hol végez a bajnokságba, milyen szellembe fog játszani? Mit vár egyáltalán a csapattól? Igen, hát azt kell mondanom, hogy semmi szín alatt nem olyan két arcú
csapatot, mint ami tavaly volt. Ugye a tavalyi ősz és a tavaszi szereplésünk, teljesítményünk az teljesen ellentétes volt. Az egyik helyzetben úgy szerepeltünk, hogy hát 10 ponttal totális kiesők voltunk, a második szezonban tavasszal úgy szerepeltünk, hogy akár bajnokságot is nyerhettünk volna ilyen szerepléssel. Na most mindenek előtt azt hiszem, hogy ez egy edző szempontjából egy lényeges dolog, hogy sokkal kiegyensúlyozottabb teljesítményt várok a csapattól, és azt hiszem, hogyha talán nem is az a végig ez a nagyon jó tavaszi hajrá, amit csináltunk, azt hiszem, hogy ebben a kétségbeesés is benne volt, de mindenféleképpen úgy érzem, hogy azt a 38 pont körüli teljesítményt eléri a csapat, és ez hát gyakorlatilag ugye a miután megváltoztak az erőviszonyok, hát nem tudni, de úgy érzem, hogy ez 38-40 pont, ez gyakorlatilag a első ötben biztos, hogy elegendő lesz. Gondolom, hogy sikerültek az átigazolások? Erősítette a csapatot, vagy szinten tartáshoz volt elég? Támadóbb lesz a játék, védőbb lesz a játék? Hogy fog kinézni a csapat? Igen, nagyon érdekes ez a kérdés. És ha most ugye az ember számszerűleg néz, azt mondja, hát igazoltunk 5 játékost tulajdonképpen, hogy hát ez gyakorlatilag mindenféleképpen erősítést jelentene. Nagyon érdekes dolog ez. Tavaly ugye végig kínlottunk a jobb hátvéd helyén, és úgy éreztem, hogy ezt meg kell oldani. Erre szemeltük ki a Tomka Jancsit Pécsről, azt hiszem nem is lesz vele probléma, meg fogja oldani ezt a posztot. Céligazolásnak tűnt ugye a Lovásznak a igazolása, és miután a Jancsi teljes mértékben kiesett, kérdés, hogy mikor tud visszatérni a labdarúgáshoz. Ezt is úgy érzem, hogy megoldottuk. Tavaly már jelentkezett egy olyan problémánk, hogy kifejezetten kapura törő, góllövő támadó játékosunk, befejező játékosunk nem volt. Erősítésnek szántam, és úgy érzem, erősítés lesz a Csigánnak a leigazolása, főleg a támadó játék befejezésénél. Én azt kell elmondanom, hogy megfelelő támadó erővel rendelkezünk, főleg a támadó sort értve, hát azt kell mondanom, hogy nagyon jó képességű játékosokból áll. Van viszont egy kis problémám a csapat szerkezetében, ezt is elmondom őszintén, hogy a pálya közepéről estek ki nekünk a játékosok, most ha itt 3-at említek, akik standarden végig játszottak és meghatározó szerepet, és itt a Varga Jancsit mondom, a románt, aki ugye 2 okból is kiesett az együttesből. A másik a Rubbolt Péter, ugye, aki hát én azt hiszem, hogy hasonló irányító készségű játékos sincs, hát ő neki szegénynek a térde nem bírja ezt a strapát, nagyon sokat szenvedett és kínlódott, és becsületére váljék, hogy ezt végig tudta csinálni, de én azt hiszem, hogy az egész magyar labdarúgás egy nagyon komoly értéket veszített el ebből, hogy ő ugye nem bírja ezt a munkát tovább folytatni. A harmadik a Kósa Laci volt, aki itt az Újpestnek egy nagyon meghatározó személyisége volt. Ezek a játékosok közül 2 univerzálisan védekezett, támadott. Péter az meg hát mindig az íre a pontot felrakta, úgyhogy döntő, perdöntő, váratlan átadásai voltak, és ehhez megfelelő jó támadókkal rendelkezünk. Na most egy kicsikét itt tér vissza a dolog, hogy az a típusú játékosunk, ami a Péter volt, az nincs. Nem tudtam megtalálni az utódát, nincs jelenleg az állományunkban sem. És hagyd mondjam azt, hogy a pálya közepéről úgy a Varga, emberileg ugyan nem, de a játéka nagyon fog hiányozni, és azt hiszem, hogy a Kósá is. Tehát gyakorlatilag hátul begyógyítottunk egy sebet, elől erősítettük a támadósor, de azt hiszem, hogy nagyon egyensúly helyzetbe kerültünk, mert a vesztesség és a nyereség, mondjuk a elmenők és a hozatalok, az csak egy egyensúly helyzetet teremtett, de úgy érzem, hogy tulajdonképpen ezek a játékosok a pálya közepén egy nagyon komoly értéket jelentettek. Vargáról, ha már említette a Vargát, mi hír róla? Mit visszament Romániába, másik csapat? Mi is történt itt tulajdonképpen? Jaj, hát bár így történt volna, ez egy nagyon roppant jó dolog lett volna. Gyakorlatilag, mikor hazajöttünk Németországból, velünk ott végig és készült, 2 napra hazament Romániába a családhoz lerendezni. Hát ott valamilyen szóváltásba belekeveredett, én nem ismerem a családi ügyeit, de valami hölgy volt a dolog közepe. És hát a konkurenciával, ugye ez egy másik úriember volt, összeszólalkoztak, összevitatkoztak, és ettől sokkal súlyosabban, és ebbe a helyzetbe, most hogy az illető, a szembeálló, vagy annak egy barátja, a Vargát hátul egy csavarhúzóval nagyon súlyosan megszúrta,
és életveszélyes állapotba került a kórházba. Na most még ő mindig benn van, még nem jött ki a kórházból, jelen pillanatban őról a többet nem tudok. Ha felgyógyul, akkor elképzelhető, hogy a csapat rendelkezésére áll, vagy már nem is számítanak rá? Igen, nem elképzelhető, mert ugye történt egy másik dolog is, és éppen azért annak idején mi ezt nem tudtuk nyilvánosságra hozni, mert a Vargával ugye a kommunikációs dolog nagyon nehéz volt. Ő ugyanúgy, hogy értette, főleg a futballnyelvet megértette, és így taktikailag nem volt vele problémám, de a közvetlen kontaktot nem tudtuk sem játékos, sem én megszerezni, mert románul beszélt. Na most miután kint történt ez a dolog, az edzőtáborunk, vagy az eszenyidénesnek eltulajdonított a pénzét, ez mint tény már ott megállapítottuk, és ugye bizonyságot nyert. De Vargának nem volt lehetősége a maga részéről elmondani, hogy hogy történt, vagy mi volt ennek az oka, vagy célja. Ezt akartuk megadni neki, hogy amikor visszajön, mondja el, a döntés nem valószínű, hogy változott volna, mert a játékosokban volt egy ilyen elhatározás, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon tisztességes dolog volt, hogy továbbiakban nem kívánnak vele együtt dolgozni, és azt hiszem, hogy ez már egy döntés volt. Annak ellenére, ha nem történik neki ez a kellemetlen balesete, ha annak lehet nevezni, én azt hiszem, hogy akkor sem számítottunk volna rá jövőt illetve, mert ez egy nagyon súlyos közösségi elleni vészség volt, amit ő elkövetett a társa ellen. Ha nyárról és Újpestről van szó, akkor nem maradhat ki a hagyományos napközis tábor sem. Visszautazunk egészen 95-ig, hogy megnézzük, akkor és ott milyen volt a hangulat. A nyári vakációzás az igazság, hogy kétélű dolog, a gyerekek imádják és nagyon örülnek neki, és voltak éppen a szülők is, csak sokszor az a gondjuk, hogy nem tudnak mit kezdeni a gyerekekkel egész nyáron, hiszen maximum 2 hét szabadságot tudnak kivenni a munkahelyükről, és fennmarad még 2 hónap, ami alatt a gyerekeket általában egy nyakukba akasztott kulccsal kiküldik az utcára, játszótérre. Ezen a helyzeten próbál meg segíteni az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház. Önök elég régóta működtetnek napközis tábort itt Újpesten. Mondja el nekem, legyen olyan kedves, hogy egyáltalán mi hívta életre, és hány évvel ezelőtt ennek a működtetését? Hát maga a napközis tulajdonképpen azt hiszem, hogy egyidős az iskolarendszerrel, ami kialakult, mert az elmúlt 35-40 évben is működtek napközis táborok, minden kerületnek szüksége volt rá, régen is a szülők nem tudtak mit kezdeni azért nyáron a gyerekekkel, táborba és napközis táborba küldték őket. Mi, tehát maga az Újpesti Gyermek és Ifjúsági Ház 8 éve működtetjük, tehát hogy a mi felelősségünk az, hogy a 4. kerületnek működjön a napközis tábora, itt kint a Tábor utcában. Most ez a működtetés gondolom nem egyszerűen azt jelenti, hogy kinyitják reggel a kaput és este bezárják, hanem azért ennél sokkal többet. Hát pontosan ez a lényege, hogy a működtetés a 8 év alatt úgy alakult át, hogy eleinte mi csak feleltünk egy-egy programért, az elmúlt 4 évben pedig kötelező jellegű programunk lett, tehát az ifjúsági házhoz rendelték a napközis tábort, a velencei tábort, a csónakházat és egyebeket. Tehát mi felelünk azért, hogy reggeltől estig, 8-tól 16-ig nem csak úgy működjön, hanem ellátása legyen, programjai legyenek, a pedagógusok itt legyenek, a gyerekek jól érezzék magukat. Az elmúlt évekhez képest az idei év hogyan alakul, hány gyereket várnak? Tudják egyáltalán előre, hogy körülbelül hány gyerek fog jönni ide egész nyáron? Hát azt hiszem, hogy a tragédiája ennek az, hogy mi nem tudjuk, hogy hány gyerek fog érkezni csak az első héten, mert azt az iskolában májusban jelentkeznek a gyerekek. Baj az, hogy akkor is van egy bizonyos réteg, aki ugyan jelentkezik, de aztán nem jön el. Hogy milyen az alakulás az elmúlt évekhez képest, sokkal több gyerekünk van. Tehát az elmúlt években 200-300 gyerek volt általában egy-egy héten, most jelenleg 400-500-an vannak. Lesz egy időszak, amikor ez lecsökken, amikor a szülők is kiveszik a szabadságot és elmennek nyaralni, de én nagyon örülök ennek, hogy ennyi gyerek van itt. Ez azért ellenmondásos, mert én annak örülnék, ha a szülő egész nyáron mehetne a gyerekével, de hát ezt tudjuk, hogy nem megy, és hogy miért örülök, hogy itt vannak inkább, mert én nem nagyon örülök annak, hogyha egy gyerek a kulccsal a nyakában kóvályog a városban, pláne ha 50 fok van ugye az aszfalton, a strandra egyedül megy ki, az se biztos, hogy jó egy kisebb gyereknél, akkor már azt hiszem az a jobb, hogy itt közösen játszhatnak, itt együtt vannak, itt pedagógus van, itt van műsor nekik, itt sportolhatnak, itt közösen kiviszik őket a Tungsram strandra, tehát minden lehetőség együtt megvan.
És egyáltalán ez a park, ahol vagyunk, ez is egy nagyon szép terület, tehát szépen rendben tartott, gondozott. Mennyi gondot fordítanak önök arra, hogy a gyerekek ilyen szép környezetben legyenek, vagy csak véletlenszerűen alakul ez így? Hát aztán ebben nincs véletlenség, mert véletlenül nem lesz szép egy park. Van két kertészünk, aki minden reggel 5 órakor már itt van, már márciustól jönnek és rakják rendbe fokozatosan a tábort. Jönnek a kollégáim, akik kifestenek mindent, lefestik a hintákat, megcsinálják, ami még mondjuk elromlott a tél folyamán, rendbe rakják, és aztán utána egész nyáron nekünk ezt folyamatosan kell karbantartani, mert azért a gyerekek nem olyan jók minden esetben, hogy ez így is van este, úgyhogy este megnéznénk, azért nem ennyire tiszta. És az, hogy ilyen sok gyerek itt is lehet, az azért gondolom, hogy azt is mutatja, hogy nem kerül túl sokba ez a napközistábor. A szülőknek mennyi pénzébe kerül egy napra ide küldeni a gyereket? A napközistáborban az ellátás ugyanannyi, mint hogyha az iskolában lenne napköziben a gyerek. Tehát van, aki semmit nem fizet, hiszen a szociális helyzete olyan, hogy nem tud fizetni, vagy több testvér van együtt. Van, aki 25 forintot fizet, van, aki 79 forintot fizet, de ez a legtöbb. Tehát ennél többet senki nem fizet. A többit egyrészt az iskolák majd megfinanszírozzák szeptemberben, másrészt pedig az önkormányzat támogatást ad ahhoz, hogy ez így működjön. Hát ez szinte jelképes összegnek mondható a számomra, legalábbis, ha csak a gyerekeknek az etetését nézzük. És egyébként milyen korosztály jön ide főként az általános iskolások között? Tehát lehet-e azt mondani, hogy mondjuk csak a felső tagozatosok, csak az alsó tagozatosok? Voltak évek, amikor csak a kicsik jöttek, tehát az 1-2-3-4. Ma itt, ha körülnézünk, egyre több a 6-7-8-os gyerek is. Na most ők nem azért jönnek, mert nem tudnák eltölteni máshol az időt, hanem azt hiszem, hogy őket is az vonza, hogy jobb a program, másrészt pedig megint, hogy együtt vannak, és együtt mehetnek el bármilyen programra. Már sokat beszéltünk a programokról így általánosságban, néhány olyan konkrétumot mondjon el, legyen olyan kedves, amivel esetleg még kedvet csinálhatunk, hogy a nyár folyamán mások is eljöjjenek ide a napközis táborba. Hát minden héten van kézműves program, az azt jelenti, hogy olyan szakemberek jönnek, akik a gyerekekkel itt eljátszogatnak, minden másnap, harmadnap vannak ilyen tábori sportversenyek, minden két hétben van egy nagyobb színházi előadás, tehát valaki, vagy többen jönnek egy ilyen produkciót előadni, minden héten vannak másfajta játékok és versenyek, elmennek közösen strandra, hogyha kérik, akkor elviszik őket kirándulni, elmennek az állatkertbe, és ezt mind mi fizetjük ki. Esetleg arra nem gondoltam, hogy egy kicsit unalmas lett a gyerekeknek, hogy nyáron is ugyanazokkal az osztálytársakkal, tanárokkal vannak együtt, mint évközben? Én amikor azt mondtam, hogy én tulajdonképpen annak örülnék, ha nem lenne szükség a napközis táborra, pontosan erről van szó, hogy én valahol nagyon-nagyon sajnálom, hogy a gyerekek december 31-én nem megszűnnek dolgok, hanem január 1-től újra iskolába jár, nyáron meg napközibe van. Tehát valahol ez egy biztos, hogy rossz, és jobb lenne, ha más feltételeket tudnánk biztosítani, de azt hiszem, hogy a mai anyagi helyzete a szülőknek nem olyan, hogy ilyen 15-20 ezer forintos táborokba fizessék be folyamatosan. Ez egyfajta képpen azért rászorultság is. Másik pedig én még egyszer azt mondom, hogy ennek az a lényeg, hogy biztonságban van a gyerek. Tehát én elmegyek dolgozni, reggel a gyereket leadtam a pedagógusnak, biztos vagyok benne, hogy délután 4 óráig vigyáznak rá, kap enni, programja van, és délután 4-kor átveszem a gyereket, remélem, hogy egészségesen minden alkalommal. Végezetül mondjuk el még néhány rövid információban, hogy ha még valaki jelentkezni szeretne, hol teheti meg, hánytól hányig van nyitva ez a napközistábor, és egyáltalán hanyadikáig, tehát nyáron melyik az utolsó nap, ameddig még lehet idehozni a gyerekeket? Ami a legfontosabb, hogy a tábor minden reggel 8-tól 16 óráig van nyitva, hétfőtől péntekig. Péntek délután moziba mennek, és hát onnan mennek majd haza a gyerekek. A táborba, tehát ha eddig valaki nem jelentkezett az iskolába, a táborba minden hétfő reggel 8 és fél 9 között ide lehet hozni a gyereket, de csak újpesti gyereket, tehát mi csak a negyedik kerületi gyerekeket vállaljuk, sajnos más kerületét mi nem tudjuk ellátni. Ide lehet hozni, be lehet fizetni, és a gyerek itt nyugodtan el lehet egész héten. És egészen az iskola kezdésére. Hát nem teljesen, augusztus 21-től már az iskolákban működnek a napközis táborok, tehát akkor mi visszaadjuk a gyereket az iskolának, de addig bármikor lehet jönni. Köszönöm szépen, úgy gondolom, hogy önök mindent megtesznek azért, hogy a gyerekek jól töltsék el a nyarat, ehhez már csak jó időre van szükség. Hát, ha jó időre szükség van, az biztos, mert egyrészt azért táborok is mennek, tehát másfajta táborok is, másrészt annál rosszabb nincs, amikor az eső beszorítja a gyereket a házba, az eléggé nehezen viselhető ilyen nagy tömegbe. Én abba bízom, hogy jó idő lesz az elkövetkező hetekben. Köszönöm szépen. Na hát örülök, hogy végre az érintettekkel is beszélgethetek egy kicsit. Ti harmadik, negyedik osztályba jártok, ugye, ahogy elmondtátok nekem. Van-e valaki, aki már volt ezelőtt az év előtt is itt a napközistában? Hát sokan. Na, és akkor meséljetek nekem, hogy mi változott mondjuk tavalyhoz képest, és mit csináltatok itt tavaly? Hogy tavaly
Nem volt hullahopp verseny, meg nem volt ilyen sok verseny tavaly. És mit csináltatok az előző nyarakon? Hát, nem annyira sok dolgot. Ez az idei, ez jobb lesz szerintetek? Igen. És miért? Hát, mert a jövő héten el fogunk menni ilyen uszodába, azt mondta a tanárbácsi. Fagyizni is megyünk ezen a héten. És egyébként ti miért jártok ebbe a napközis táborba? Gondolom, hogy azért, mert nem nagyon tudtok hova menni, de egyébként jónak tartjátok azt, igen, hogy van ilyen nyáron? Igen. Miért jó ez szerintetek? Azért, mert itt lefoglalják a gyerekeket, és nem otthon kell gubbasztani a szülőnek, hanem dolgozhat nyugodtan. Te anyukád örült, mikor tudta, hogy te ide fogsz jönni megint? Hát, örült. És barátaitok, azok itt vagytok, itt mindjárt egy kupacban, így együtt bulisztok, együtt játszottok, igen? Na, a lányokat is most már kérdezem, miket szoktatok csinálni egész nap? Hát szoktunk játszani, meg hintázni szoktunk, meg bent is szoktunk így játszani. És miket játszani? Hát miket szoktatok játszani? Hát meséljétek el nekem. Labdázni, társasozni. Meg lehet kivenni a szertából ilyen szivacsot, ilyen matracféleség, meg ilyen... Golfot. Hát akkor egész sportosak lesztek a nyár végére. Láttam itt tanárokat kószálni a zöld fűben. Ők azért nem nagyon szólnak rátok egész nap? Nem nagyon fegyelmeznek teket? Nem. Csak ott nagyon rosszak vagyunk. Igen. Hát nem is tudtok olyan nagyon rosszak lenni szerintem. De tegnap is betölték az ablakot. Igen. Komolyan? Amelyez Tamás betölte ott az ablakot. A homoktövis iskolából. Mert betörte. Ti melyik iskolában vagy? Olyan homoktövis. Ilyen rossz gyerekek vannak a homoktövis iskolában. Bőrfestősök. Na, és egyébként mi az, amit még úgy várnátok ettől a nyártól? Mentek-e egyáltalán valahová a táboron kívül? Igen, igen, fogunk menni. Fogunk menni strandra, meg fagyizni. Fagyizni, hát ez a fagyizás, ez egy sarkalatos pontja ennek a tábornak, úgy látom. És egész nyáron itt lesztek végig, augusztus végéig? Igen. Én nem. Én el fogok menni Nagybörzsönybe, meg a nagymamámhoz. Én sem megyek nyaralni. És most őszintén mondjátok meg nekem, mikor vége lett az iskolának, ugye elkezdődött a vakáció. Örültetek neki, hogy ide jöhettek meg? Igen. És mit szerettek itt a legjobban? Azt, hogy a tanár nénik meg a tanárbácsik foglalkoznak velünk, hogy ide jönnek velünk játszani. És játékok, és kézműves munkák vannak. Csináltatok valamit, úgy kézműves foglalkozás? Tegnap labdát. Bőt. Labdát lehetett csinálni ilyen. Gyapjúból lehetett csinálni, ilyen szappanos vízbe beletettük, és labdát csináltuk. És bőrkészítés. Úszómedencét is láttam, tudtok úszni? Igen, csak nagyon kicsi és nagyon hideg. Igen, amikor elsőnek is bementünk, akkor olyan hideg volt. Na, még aztán egyet mondjatok nekem, van-e valami rossz itt a táborban? Mi az, amin változtatnátok szívetek szerint, ha lehetne? Itt én hallottam már valamit, mikor leültem közétek, mondjátok nyugodtan. Azt, hogy a tanárbácsik nem, meg a tanárnénik nem szólnának ránk. És csinálhatnánk azt, itt, amit akarnánk. És aztán még itt hallom a lényeget, mondják. Meg, hogy az étel meg finomabb legyen. Igen. Na, olyan... Rossz. Vízi volt a tejbegríz. És tennap fel volt terestve vízzel a leves. Hát 75 forintból, ugye? Olyan rossz volt. Meg a kenyér is olyan gyógyszerízű, úgyhogy ez is nagyon rossz. Olyan keselyű. Meg hogyha zsonnát kapunk, akkor az olyan kicsike kenyér, meg reggel is. Meg hogy nehogy elhízzatok a nyár végére. Ma is a kéflés száraz volt, mikor beleharaptam, kemény volt. Igen, olyan kemény volt. Na jó van, hát akkor az ennivaló terén minden jót kívánok nektek, és érezzétek jól magatokat a nyáron, és meg fogjuk nézni, hogy hogyan úsztok, meg hogyan szaladgáltok most itt a parkban, jó? Köszönöm szépen, hogy leültetek. Sziasztok! Elbeszélgetve erről a nyári táborról, a napközis táborról, egyöntetően az derült ki, hogy nekik minden nagyon tetszik, minden nagyon jó, kivéve a kosztot. Mondjuk az egy természetes dolog, hogy egy ilyen korú gyereknek semmi nem jó, amit nem otthon főznek, de egyöntetően ilyen dolgok derültek ki, hogy száraz volt egyszer a kifli, vizes volt a tejbegríz, gyógyszerűző volt a kenyere, hogy ők mondták, mi lehet ennek az oka? Hát az egyik okát valószínű tényleg, amiben mondja, abban látom, hogy otthon azért másképp főznek, máshoz szoktak. A másik oka, hát ez a szokásos menza, illetve napközis
ebéd, főleg itt az ebéddel voltak gondok. Egyébként ebben az ügyben már tegnap történt intézkedés, mert egyrészt beszéltünk azzal a vállalkozóval, aki intézi ezeket az ebédszállításokat, és kijöttek a konyháról is, tehát jövő héten egy egészen más étrendű szállítás történik, és más minőségben. Hát akkor minden jó, ha vége jó. Köszönjük szépen, és jó étvágyat a gyerekeknek. Köszönöm. Végül pedig egy közel 30 éves felvétellel zárunk, következő bejátszásunkkal az akkori nyári káposztás megyert mutatjuk be.
Ez volt már az Újpesti Retro, valamennyi kollégám nevében kellemes nyarat kívánunk mindenkinek, találkozunk legközelebb.